ha valaki betér az újvidéki Vojvodina labdarúgóklub székházába, órák hosszat elidőzhet a fennállásának 60. évfordulóját ünneplő neves labdarúgóklub tanácstermében, hiszen a szépművű serlegek, a különféle hazai és külföldi labdarúgótornákon szerzett trófeák, a megannyi emlékzászlócska és plakett egy igazán eredményes sporttevékenységről adnak tanúbizonyságot. A fényképek is dicső sportmúltról mesélnek. Hazai porondon a klub legnagyobb sikerét 1965-66-ban érte el, amikor elnyerte az országos bajnoki címet. A bajnokcsapaton kívül még kétszer volt igazán nagy csapata a Vojvodinának. Az 1944-ben az országos bajnokság döntőjébe jutott együttes és az 50-es évek aranycsapata, amelyben többek között Szima Milovánov, Vujadin Boskov, Dobroszláv Krstic, Zdravko Rajkov és Todor Veselinovics rúgták a labdát. Ennek a csapatnak a jubilómi torna során pénteken újra tapsolhatott a közönség. Az előmérkőzésen ugyanis a Vojvodina a 60 évvel ezelőtti mérkőzésének emlékére a kovilyi sajkás öreg fiúk csapatával játszott. Hirman Ferenc 1949-től 1954-ig játszott a Vojvodinába, utána sok évig edzősködött. Melyik évekre emlékezik vissza legszívesebben? Hát azt hiszem, hogy a legszebb évek azok voltak, amikor a Báne Szekulitól átvettem a Vojvodinának az ifi csapatát. És folytattam az ő munkát, amit ő elkezdett. Úgyhogy 7-8 év alatt, amennyi ideig én voltam edző az ifinél, kidobtunk egy 20-25 játékost, aki az első, második ligában, Jugoszláviában játszottak. Kik voltak kedvencei? Hát a sokak közül itt voltak a Takács, a Vucinic, az Alexic, a Malésev, itt volt a kis Radoszáv. Nagyon sokan voltak. Most hirtelen nem jut mindegyik az eszembe, mert sokan voltak. A Vojvodina belgrádi partizán mérkőzés jó idényelei, de fölöttébb sportszerű mérkőzést hozott. Szekeres, a bajnokcsapat egykori tagja, ma a Vojvodina segédedzője, és Todor Veselinovics, a minden idők legjobb újvidéki csatárjátékosa, aki most kezében tartja a Vojvodina sorsát, így nyilatkoznak az akkori és a mostani csapatról. Mislim da smo onda bili u vrlo sličnoj situaciji što u pogledu tima, jer se upravo te godine tim i ustalio i niko nama pre početka prvenstva nije prorokovao ili predviđao neki viši plasman. Međutim, jedno veliko drugarstvo koje ako uspemo postići sa ovom ekipom, nadam se da će rezultirati, možda ne isto tako kao onda, ali ne bi trebalo da budemo daleko od toga, jer imamo sličnu ekipu, mladu, poletnu i pitanje samo starta, od toga mnogo zavisi kako ćemo se ove godine plasirati. Mislim da je vrlo teško sada govoriti nešto više o mojoj ekipi koju vodim, ali verujem da ova ekipa ima pred sobom veliku budućnost. Ovo je tim u prosjeku 22 godine, ostaje puno vremena da se radi, ostaje puno vremena da se stvori jedan šampionski tim, jedan tim koji će u bliskoj budućnosti moći predstavljati Vojvodinu onako kakva je bila i pre više godina i onda kada je osvojila titulu šampiona. Na startu prvenstva mislim da će biti malo teže, pošto je Hajduk prvi protivnik. Veoma cenim mnogo Hajduka i mislim da je Hajduk daleko najbolji tim koji sad imamo u Jugoslaviji, ali naš tim će biti spreman da se suprotstavi šampionu onako kako to dolikuje Vojvodini u ovoj jubilarnoj 60. godini koju slavimo.